Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera szerelmi üzenete gyertya mágiával. A piros színű gyertya szimbolizálja a szeretetet, a szerelmet, a bátorságot, a lelkesedést, és a videó végén átküldöm ezt az energiát, ami kihat a szerelmi élet területére, de mind arra is, amit kedvelsz. Ez az energia már most is érezhető, ha gondolod, leírhatod a kommentárba, hogy hat ez ki rád. Itt bal oldalon láthatóak az ő kártyái, vele szemben a tiéd. Most megnézzük, hogy ő milyen helyzetben van. Itt a 10-es szám azt jelenti, hogy ő tervez egy új kezdetet. Lezár valamit, lesz egy új kezdet, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy veled együtt tervez valamit. Ő rendezni fogja az anyagiakat, az is lehet, hogy tervez valamit a munkát illetően, amit itt ez a kép, és itt ezen a kártyán ez az arany érem még jelent, ezek az értékek, hogy te értékes vagy számára. Azon kívül jelentik a föld elemét, tehát itt nem csak álmodozásokról van szó, hanem reális dolgokról, hiszen ő szeretné ezt a tervet megvalósítani. Itt látható, hogy ő megáll ugyan még egy pillanatra, mert oda kell figyelnie az anyagiakra, a munkára, azon kívül elgondolkozik azon, mi és ki értékes számára. Az is lehet, hogy vannak elvárásai, hogy te értékeld őt. Érdekes, hogy kétszer megjelenik itt ez a mágikus, ez a varázsló, ez jelenti a varázslatos kisugárzást, vagy a varázs erőt kettőtök között. Azon kívül azt is jelenti, hogy ő a terveit ilyen varázslatos módon megvalósítja, hiszen megvan a hite, megvan a bizalom. Most megnézzük a te kártyáidat. Itt a kelyheknél a te érzelmeidről van szó. Itt valami összetört. Ez utal a múltra, utal a könnyeidre, a fájdalmakra, a fájdalmas emlékekre. Jelenleg kicsit úgy befele fordulsz, az is lehet, hogy valaki megbántott téged, és most visszahúzódó vagy, de a hátad mögött látható ez a két kehely, ami jelenti a jövőt. És itt is érzelmekről lesz szó, ez még nincs eltörve, tehát van jövőtök, te és ő, összetartoztok, hiszen megvan ez a varázslatos vonzalom kettőtök között. De nem kell elsietni a dolgokat, figyelj úgy befele, és itt látható ezen a kártyán, hogy köztetek jelenleg van egy átmeneti időszak. Az egyik partot már elhagytátok, vagy te zártál le valamit az életben, és van egy új irány, itt is látható ez az új kezdet. Az nem látható ugyan, hogy hova vezet, de legyen meg a bizalom, hogy jó irányba haladtok. Az élet megajándékoz téged ezzel az arany érmével. Ez lehet nyereség, lehet egy munkahelyi ajánlat, de azt is jelenti, hogy ő itt a kezébe veszi a dolgokat, a kezébe veszi ezt az arany érmét, átnyújtja számodra. Ez lehet anyagi segítség is, de azt is jelentheti, hogy közli veled, hogy te értékes vagy számára. Itt kinyílik egy új kapu, egy új ajtó, ezek a lehetőségek.
Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy meg lesz a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően, akkor is, ha jelenleg még egy átmeneti időszak van, de az irány az mind arra utal, hogy jól alakulnak a dolgok. Ez a férfi elfoglalja a helyét az életben, figyeli úgy a dolgokat, és ha úgy érzi, hogy nyitott vagy érzelmekről beszélni, átnyújtja számodra ezt az aranyi kelyhet, ami itt is látható, utal a közeljövőre, és nyitott lesz a jövőről, nyitott lesz érzelmekről beszélni. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, egy szerelmi energiát. Csukd be a szemedet, helyezd magad kényelembe, te is gyújthatsz egy gyertyát, és gondolkodj el azon, hogy mit, hogyan szeretnél elérni, erősítsd a belső hitedet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.